következő híradásunkban megismerhetik Posztósné Kovács Évát, aki az év pedagógus címében részesült. Ezúton is gratulálunk neki. A Madarász Imre Egyesített Óvoda 16 évvel ezelőtt díjat alapított, amellyel a nevelőközösség javaslatára elismeri a kimagasló szakmai munkát, mind szervezeti, mind nevelői szinten. Az év pedagógusa a 2019-2020-as nevelési évben Posztósné Kovács Éva, a Takács Péter úti tagóvoda vezetője. Igazán meglepődtem, amikor megláttam, hogy jelöltek rá, és ezt meg is kaptam. Nagyon megható élmény volt, hiszen már több mint 20 éve dolgozom óvoda pedagógusként, tagóvoda vezetőként pedig 10 éve. És nagy-nagy örömömre szolgált, hogy erre a díjra engem jelöltek, és a végén méltónak találtak. Hogyan indítják az évet, hiszen azért voltunk, mert többször láttuk, hogy azért, amikor be volt zárva az óvi, akkor sem tétlenkedtek, hiszen meszeltek, javítgatták a csoportszobákat, és rendezgették átfele, és nagyon szépen rendbe tették az udvart is. Meglepődtek most az óvisok, amikor megérkeztek az óviba, azok, akik most kezdik majd a szeptemberben az új tanévet. Igen, nagy örömmel készülöttünk, valóban úgy, ahogy mondja. Az egész óvodát átmeszeltük, takarítottuk, berendeztük, és teleraktuk játékokkal, és nagy örömmel várjuk a kicsiket, illetve fogadjuk a régebbi óvodásainkat. Igen, meglepődtek a régi óvodásaink, hogy vannak változások, és ők is nagy örömmel fogadták ezt. Hány új óvis kezdi, és most ebben a helyzetben van-e lehetőség a szokásos beszoktatásra, tehát hogy a szülő is ott lehet velük, vagy erre majd minden óvoda meghozza a külön szabályzatát, hogy hogyan is lehet majd a kisovisokat beszoktatni? 82 kisgyerek fog járni nagy valószínűséggel a Takács Péter úti óvodában. Nyilván lesznek változások, még jöhetnek hozzánk gyerekek. Az pedig, hogy hogyan szokatjuk be őket, megvannak a helyi szokások, illetve a szülő a gyerekkel bejöhet. Nincs semmilyen tiltásunk sem. Ez a család igénye szerint megy, hogy szülővel, anyával, apával, nagymamával, nélküle. Mi általában csak az időt szabjuk meg, hogy körülbelül mennyi az az első, harmadik, negyedik alkalom, amit bent töltenek. Nincsen semmilyen rendkívüli szabályzónk.